A gyakorlatok gyűjteményében is szerepel egy olyan gyakorlat, az ilyen nagyon látványos, hogy kivágunk egy szívet papírból, viszonylag nagyot. És ez egy fiktív karakter, tehát itt nem kell a konkrét konfliktusra fokuszálni, hanem inkább ezek ilyen preventív vagy megelőző jellegű gyakorlatok. És megkérjük a gyerekeket, hogy szedjenek össze olyan mondásokat, amiben az oviban, vagy akár a játszótéren, vagy bárhol ők egymást oltogatni szokták. Tehát, hogy mondjanak minél több olyan dolgot, amit ők maguk is sokat hallanak, és amiről tudják, hogy rossz. És amikor jön az első mondás, akkor azt mondjuk, hogy ez a szíve, ez egy kitalált emberhez tartozik, adunk neki egy nevet, lehetőleg olyan nevet, amilyen név nincs a csoportban, tehát, hogy valami ettől független, csoporttól független nevet, és minden egyes mondásra gyűrünk egyet a papíron. Tehát, hogy azt mondom, hogy te egy idióta vagy, sose adod oda a zsuzsonnádat, na és akkor gyűrünk egyet a szíven. Akkor a másik is mond valamit. Szép, pici gombóccal össze lehet gyűrni, tehát ilyen nagyon plasztikus dolog, és nagyon szemléletes. Hogy érezheti magát most az az ember, akihez ez a szív tartozik? Akkor lehet az érzelmekről beszélni. Hol van macikátyánk, mut, keresd ki azt az érzést, ami most ennél az embernél, vagy gyereknél mondjuk szerinted jellemző lehet. És utána tegyük jóvá valahogy ezt a helyzetet, mondjuk kérjünk tőle bocsánatot, vagy ha ilyen restauratív konfliktus megoldásban gondolkodunk, akkor mit tudunk fölkínálni, hogy ezt a helyzetet valahogy megoldjuk, találjunk ki közösen a gyerekekkel ilyet. És akkor neki lehet állni, kisimogatni a szívecskét, és utána meg lehet nézni, hogy oké, bocsánatot kértünk, megpróbáltuk jóvá tenni, ott van az a rengeteg bűrődés még mindig. Tehát, hogy ez azért nem múlik el nyomtalanul, és ugyanezt okozzuk egymásnak is, amikor így szavakkal bántjuk egymást. Tehát, hogy ez piciknél ez ilyen nagyon kézzelfogható, tehát mindig az absztrakt tanúságokat, meg az absztrakt ilyen etikai igazságokat érdemes valami nagyon kézzelfogható, nagyon látványos, nagyon olyan szemléletes ilyen gyakorlatba csomagolni, vagy adni, amit aztán, hogy oda mehet a gyerek, megvakarázhatja, ötletelhet, hogy álljunk neki vasalóval akkor, de hogy minden esetre, tehát, hogy így kialakulnak azért valamilyen módon ezek az asszociációk.